A Wesley de Capo alapfokú művészeti iskolában többféle művészeti ággal ismerkedhetnek a gyerekek, tánccal, zenével, képzőművészettel, és fontos is, hogy már óvodás korban bepillantást nyerhessenek az intézmény kínálatában. Az elmúlt hetekben több alkalommal is szerveztek előadásokat, bemutatókat óvodás csoportoknak. Mi abban szeretnénk segíteni, hogyha a művészeti téren gondolkodik a gyermek és a szülő, akkor megmutatjuk, hogy milyen művészeti ágakban lehet nálunk az iskolában dolgozni, és azért van a mai nap, hogy egy őszművészeti bemutató keretében megmutassuk, hogy nálunk az iskolában mi történik. Zenész kollégák, illetve zenész palánták érkeznek, akik hangszereket fognak bemutatni, illetve nyilván a kollégák is játszani fognak. Ezután egy táncos foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, kreatív gyerektánc órán fognak táncolni, illetve fogják kipróbálni magukat, és a teremben látható a falon, hogy a képzőművészet tanszak munkái is ki vannak akasztva, erről is fogunk beszélgetni a gyermekekkel. Arra, hogy mennyire nyitott a művészetre, azt én a mozgáson keresztül tudom megfogalmazni. A mai óvodás gyerek imád mozogni, zizegni, fölpattanni, gurgulászni, amik már a táncművészet alapjai, illetve ennek a nyitánya. Sokaknál jelenik meg, hogy szeretnek rajzolni. Először még csak firkák vannak, de azért nagy csoportosoknál már megjelennek olyan munkák, ahol már felfedezhető, hogy egy témát dolgozott ki, akár ember, állatábrázolás, vagy akár egy tájkép jelenik meg a rajzukba. Énekelni nagyon szeretnek az óvodások, hiszen az óvodából érkezve az óvónők is az éneken keresztül varázsolják el őket. A zenélés általában keveseknél jelenik meg, hiszen egy hangszer kiválasztásánál már egy nagyon tudatos munkát kell keresni, de azért érdeklődnek, szerintem van olyan köztük, akivel meg lehet találni majd zeneművészet tanszakon is a hangot. Február legelején zenés-táncos foglalkozásra várták az óvis gyerekeket, ahol Kristóf Bálint néptánc pedagógus tartott természetesen zenés-táncos órát, ami láthatóan lekötötte a gyerekeket. A mai programunk az abból állt, hogy picikét ajtót nyitogatunk az óvisok felé. Most egy ilyen interaktív foglalkozással készültünk nekik, illetve készültem nekik. Rendszeresen mindig tervezünk valamit az óvisok számára, ma egy ilyen belsős foglalkozásra került sor, hogy ők jöttek el ide hozzánk, és én tartottam nekik a foglalkozást, de volt már példa arra is, hogy valamelyik osztállyal, akik már több táncot is tanultak, akkor velük tartunk egy kis bemutatót, volt már arra is példa, hogy én látogattam el az óvisokhoz, ma ők jöttek hozzánk. Ha bárkiben is felvetődne a kérdés, hogy van-e értelme óvodás gyerekeket művészeti iskolai foglalkozásra vinni, akkor ez legyen egy költői jellegű gondolkodás, mert egészen biztosan van értelme. Ezt mondjuk mi, de a szakember is hasonló állásponton van. Mindig figyelem az óvisok arcát a foglalkozás alatt is, meg utána is, és én azt gondolom, hogy tud maradandó élményt okozni. Persze nem tudja megfogalmazni még, hogy mi az, ami őt megfogta, de úgy gondolom, hogy a hangulata ennek a közösségi tevékenységnek, mert hogy talán ez a leglényegesebb ebben a foglalkozásban, tud olyan pillanatokat okozni a gyermekeknek, ami így elraktározódik bennük. A Wesley évfolyamai az előkészítőtől a továbbképző évfolyamokig működnek. Oktatásuk eredményét tükrözi, hogy egyre több növendék választja a művészi pályát, és válik valamelyik természetesen hozzá közel álló művészeti ág egyéniségévé. És ezt a folyamatot legjobb óvodáskorban elkezdeni.